Salgó Gabika tanítónéni vagyok. Az érsekújvári cucorosok táborához 9. éve tartozom. Az elmúlt évekbeli tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy egy lényegesen más generáció gyermekei ülnek manapság az iskola padjaiban, mint amire minket anno az egyetem évei alatt felkészítettek. Mindezen okokból kiindulva és a szakmai továbbfejlődés céljából gyűjtöttem újabb és újabb tapasztalatokat az elmúlt évek során. Így ismerkedtem meg a gyógypedagógiával és az élménypedagógia meg annyi lehetőségével. A szakmai továbbképzések, nyári egyetemek, a szakbővítések, rengeteg új és a pedagógiában máig felhasználható ötleteket, módszereket és iránymutatásokat adtak. Meggyőződésem, hogy jelenkorunk egyik legmeghatározóbb pedagógiai veszőparipája a személyre szabott, a diák saját képességeit figyelembe vevő, játékos, élményalapú oktatás. Tudományosan is bizonyított tény, hogyha az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő tanulás. Mi felvidéki, érsekújvári magyarok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még anyanyelvünkön tanulhatunk itt Érsekújvárban, a Cucor Gergely alapiskolában. A tanítási órákon kívül nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink testi-lelki-szellemi fejlődésére. A tanórákat követő szakkori foglalkozások lehetővé teszik a felzárkóztatás lehetőségét, mint a hagyományaink éltetését. Tesszük ezt az őseink íráskultúrájának elsajátításával, a magyar rovásírás megismerésével, illetve a hagyományos magyar íjászat bemutatásával és annak versenyeken való kipróbálásával. A cucorosok tábora egy olyan családias hangulatú közeg, ahol nem csak otthon érezhetik magukat a diákok és a szülők, de életre szóló barátságok is kialakulhatnak, egy meghatározó közösséghez tartozva. Ha te is úgy gondolod, hogy szeretnél közénk tartozni, ne habozz, várunk rád itt a cucorosok körében. Most akkor arra kérlek meg benneteket, minden csapatból az írnok fogja felolvasni az összegyűjtött szavakat. Rendben van? Hallgassuk meg akkor, mit gyűjtött a körcsapat. Nap, négyzet, nóra, negatív, negativitás, négy, nagyi, nagy. Név. Nagyon jó. Na figyelem. Jó. A bemelegítés megvolt. Mivel minden csapatban ül egy rovásíró, kell találnotok olyan négy betűs magyar szót, amit ki tudtok rakni colstokból. Csapatmunka. Föl lehet használni plusz colstokot is. Jó? Az időkeret nincs. Arra játszunk, akinek a keze az egész csapatnak fönn van. Tessék! Kezdhettitek. Én nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, anyanyelvemen tanulni, és ti? Én is. Mert sok szakkör van, lehet rovásírni, íjászkodni, és még sok mást. Igen, tényleg sok szakkör van. És nagyon szeretem ezt az iskolát, mert kedvesek a tanárnénik is, ugye? Én nagyon örülök, mert végre megtanultam írni, olvasni és számolni, és több van is, például szlovákul és angolul. Meg itt van, meg ott vannak még az ilyen ünnepek, a farsang, hogy be lehet öltözni, meg a juniális, a gyereknap. Szóval ilyen nagyon jó napok is vannak, amikor nem kell mindig tanulni, hanem van idő a szórakozásra is. Örülök, hogy az anyanyelvemen tanulhatok. Én azt szeretem ebben az iskolában, hogy ugye tágasak az osztálytermek, és a tanítónéniket is nagyon szeretem. Itt
van sok barátom, és általában a ilyen gyereknap, meg ilyen programok az udvarokon szoktak megtartva lenni, és nagyon szórakoztató események vannak rajta, például vannak ilyen bicikli versenyek rajta, aztán a szakásnénik följönnek a konyhából, és gofrit csinálnak például, meg palacsintát, és sok mindent lehet csinálni többek közt. A legnagyobb verseny a gyereknapon szokott lenni az iskolában, a kidobócska és a foci meccs. Meg persze nagyon finom az ebéd, én nagyon szeretem, amit főznek a szakácsnénik. És szerintetek mit tenná a néni a legjobb? Szerintem egyezünk meg abban, hogy mindegyik jó, csak nem, meg kell elérni, ismerni ahhoz, hogy megtaláld benne, ami jó és ami nem. Igen, mindegyik másért. Igen, mindegyik másért jó. És ti körültök, hogy angolul és szlovákul is már tudtok? Igen. Szerintem ez hasznos lesz. Igen, szerintem is hasznos, hogy van itt angol és szlovák szakkor is. Én nekem például a reneszánsz is nagyon tetszett, amikor megtanultuk a táncot, előadtuk, nem is az iskolában. Akkor az például nagyon tetszett. Van énekkar is, ahol lehet mindig énekelni. Meg van az osztályunkban ilyen könyvbemutató, amikor, hogyha elolvasol egy könyvet, vagy többet, igen. Azt bemutathatod, és akkor mások kölcsön kérhetik, és elolvashatják ugyanúgy, hogy ők is megtudják, hogy miről szól ez a könyv. Napköziben, meg még a napközi tanítónéni is kitalál ilyen szép alkotásokat, amiket majd mi is megcsinálhatunk, és azt is kiteszik a faligóságra, hogy mindenki gyönyörködhessen benne. Hogy milyen szépen. És ott is meg lehet írni a leckét, hogy otthon már legyen annyi szabad időnk. És hogy mennyire szeretitek a napközit, vagy mit szerettek a napközi barátjában? Azt, hogy sokat játszunk a barátainkkal. Sok játékunk van, azért jó ott megírni még a leckét, mert tudunk egymásnak segíteni, a tanítónéni kijavítja a leckéinket, és a szülőknek már nem kell ezzel, úgymond beszűrnie. És az a lecke nem olyan sok. Az is jó az iskolában, hogy nem szokunk sok leckét kapni. A tanítónők nagyon kedvesek, a tantárgyakat érdekesen tudják előadni. Van ilyen, hogy ilyen terem, ahol van egy vetítő, és oda is néha elmegyünk, hogyha a tanítónéni csinál valami prezentációt, vagy talál egy jó videót, akkor oda szoktunk eljárni, és megnézzük, és így sokkal egyszerűbb tanulni, hogyha látunk is róla valamit, mert érdekesen el tudják magyarázni a tantárgyhoz kötődő dolgokat. Szerintetek meg miért jó a magyar iskolában járunk? Mert egy anyanyelvben már tanulhatunk. Könnyebb megtanulni, mint szlovák iskolában. Igen, és így legalább az anyanyelvünkön is tudunk tanulni, és még szlovákul is tudunk tanulni. Igen. Mert az nagyon fontos a Szlovákiában, ahol élünk, hogy tudjunk szlovákul is, és... És a szlovák nyelv az nem csak arra jó, hogy itt tudjunk beszélni, hanem például ilyen szláv országokban is. Igen, meg a magyar tantárgyakban az a jó, hogy bővítjük a szókincsünket, meg tanuljuk a magyar nyelvtan szabályait. És az a jó még az iskolában, hogy nagyon modern technika van benne, most szereltek be például az ebédlőbe ilyen légtisztítókat, aztán az informatika termekben is újabb számítógépek vannak, és van például olyan, hogy robotika, amit meg lehet tanulni,
itt programozni alapszinten lehet megtanulni. És még az iskolában az is jó, hogy van lent büfé, és ha valaki elfelejt 10 órait hozni, vagy az anyukája nem tud készíteni, mert nagyon korán megy el dolgozni, akkor le lehet menni, és lehet kapni az mindenfélét. Tudjátok, hogy üzenjünk valamit az olisoknak is, akik most jönnek elsőbe. Szerintem üzenjük azt, hogy ne féljenek, ne izguljanak, az iskola nagyon jó lesz. A tanárok is igen, a tanárok is nagyon jók lesznek. Szóval minden nagyon jó lesz. Igen, nem kell félni. Kedves szülők, kedves gyerekek, jó napot kívánok! A nevem Kovács Szilvia, a gyerekek Szilvi néninek szólítanak. 28 éve tanítok ezen az iskolán. Valamikor én is cucoros voltam. Nagyon szerettem ezt az iskolát, és szép emlékeket őrzök a diák éveimre. Azóta persze sokat változott az iskola épülete, de a hangulata szerintem maradt a régi. Az elmúlt tanítói munkásságom során sok kisgyermeket tanítottam, neveltem, formáltam, akik a szemem láttára bontakoztak ki. Tudom, hogy minden iskolába érkező kisóvodás számára fontos, hogy olyan helyre érkezzen, ahol biztonságban érzi magát, ahová minden nap szívesen jár. Ezért is igyekszem ezt a biztonságot számára megteremteni. Családias, nyugodt légkörben, szeretettel, türelemmel terelgetem őt. Leginkább arra törekszem, hogy megtaláljam minden gyerekhez az utat, hogy elfogadjon, megnyíljon és kibontakozzon. Nagyon jó a kapcsolatom a szülőkkel is, akik sokat segítenek és mindig mellettem állnak. A mi iskolánkban magyarul tanulhatnak a gyerekek. Fontosnak tartom ezért az anyanyelv ápolását. Emellett azonban igyekszem szilárd alapokat nyújtani a többi tantárgyban is. Mi sokat játszunk, alkotunk, felfedezünk. Az osztályomat az egymás iránti tiszteletre, szeretetre, kölcsönös segítségnyújtásra nevelem. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a vendégeket az osztályunkban. Ez a 4. B osztály, és egy matematika órát fogunk mutatni Heini-féle módszerrel. A Heini-féle módszerrel jövőre az első osztályban is tanítjuk majd a matematikát. Megkérlek elsőre, Lili, Aglili, gyere létszés a táblához, vegyél egy tollat, és számold ki, és mondjad is hangosan, ahogyan számolod a feladatokat. Igen, itt vannak megkészítve ezek a rakoncátlanok. Mondjad el, hogy milyen feladat ez, hogyan hívjuk ezt a feladatot. Piramis. Ez a piramis, igen. És a számokat fog kelleni neked az üres ablakokba behelyettesítened. Jó, akkor mondjad el, hogy hogyan kell a piramist számolni. Először ezt a kettőt kell kiszámolni, hogy ötös legyen. És kettőz, akkor hármat kell hozzáadni, hogy ötös legyen, mert 2 + 3 az 5. Igen, jó, akkor vegyed is le, de le is veheted így, jó? Így leveszed a tábláról. Úgy, helyettesítsd meg, köszönöm. Ha kiszámoltam, akkor jövök erre a 2-re. 3 + 9 az 12. Igen. Nagyon jó. Ha ezt a 2-t is kiszámoltam, jövök erre a 2-re. Igen, adjad is össze hangosan, mondjad, számolt ki a feladatot. 5 + 12 az egyenlő 17, és akkor készen van a piramis. Nagyon ügyes. Többiek egyetértenek vele, jól számolt, jó. Köszönöm, nagyon ügyes voltál. Megkérem, Oszi, gyere, kérlek a táblához, és számolt ki ezt a feladatot. Itt már egy kicsit nagyobb számokkal dolgozunk. Tessék itt a toll, és hangosan mondjad, hogy hogyan dolgozol. Mit számolsz? Úgy számoltam ki, hogy a 31-hez hozzáadtam a 11-et, amiből megkaptam a 42-est. Igen, és? És itt volt eleve egy 40-es, és ahhoz kell adni 2-t, hogy 42 legyen. A következő feladatot, amit megkészítettem, attól érdekes, hogy itt nem csak számokkal, de már színekkel is dolgozunk. Ennek a feladatnak az a neve, hogy pókháló, ezt ismerjük. Itt a feladat az lesz, hogy kitöltsük az üres ablakokat, írjunk bele számokat, és meg kell állapítanunk, hogy a 3, a kék, a piros és a zöld nyílnak mennyi lesz az értéke. Építsetek egy építményt a megadott első feladat alapján. Nézzük meg, hogy milyen az építménynek az alaprajza, és színeket is használjatok, olyanokat, amelyeket én feladtam itt, tehát legyen az elsőben piros, a másodikban piros, kék, a harmadikban feketét használjatok, és ide elfelejtettem ide egy zöld
kocka fog kerülni. Jó, tehát ennek alapján építsetek, és megnézem, hogy helyesen dolgoztatok-e. Fölülnézetből nézzük az építményeket, ugye? Tehát az emeletet úgy emeljük a szinteket, hogy az alaprajznak megfeleljen. Nagyon jó, ügyesek vagytok, köszönöm szépen. Nagyon ügyesen dolgoztatok, örülök, hogy ilyen szépen minden feladatot meg tudtatok oldani, és bízom benne, hogy kedvet csináltunk a jövő elsősöknek ahhoz, hogy ők is szeressék a matematikát, és szeressék ezt a fajta módszert. Köszönöm szépen! Kedves kis barátom! Így távolból üdvözöllek most téged, és remélem, nagyon várod már az iskolát. El sem hiszed, mennyi új ismeret, élmény és vidámság vár itt rád. Megtanulsz olvasni és írni, elvezetlek a számok birodalmába, de nálunk mozoghatsz, alkothatsz, és persze játszhatsz is. Itt biztosan jól fogod érezni magad. Sokat fogunk beszélgetni, rengeteg új barátra találsz. Egy szép osztályban várlak téged, nagy szeretettel. Bízom benne, hogy személyesen is találkozunk egyszer. Ezért legyél te is tutoros!